Iminek volt egy hosszabb kiadása így a játékban, és annyira jó hallgatni, ahogy így minden új neki, és ilyen tényleg ilyen gyermeki örömmel tud mindennek örülni. Ez lesz majd veletek is az örök alkony nyugdíjas otthonban, mikor már annyira demensek lesztek, hogy arra sem fogtok emlékezni, hogy mi történt egy órával ezelőtt. Közben barátnőm elém rakott két palacsintát, egy nutellásat, és egy túrósat. Csak hogy szarul érezzétek magatokat. Pattintanék egy sört is, csak nutellás palacsinta sörrel, az nem tudom végül is. A kis Kenyó rászorított, azt hitte, hogy valami játék, amikor én belegettem gyerekkoromban a plüsnyuszimat. Mi vagyunk neki a plüsnyuszi. Tessék! Volt plüsnyuszim, és volt plüsnyuszim, és mindegyik plüssállatkám hossába bele volt varva egy kézigránát. Hát amennyit ezen a szigeten találsz majd lootot, az szerintem a farzsebet belefér. Mit találtál? Varázsbabot? Csinsetet? Ritka pillanatok egyikek. Ugye a tryhard játék stílussal meg ugye ez a probléma, hogy hát láttátok, hogy mennyi erőforrást igényelt az, hogy megállítsuk ezt a sloopot. És elég annyi, hogy most visszajönnek, 30%-on vagyunk, második csatában még ennyit sem tudunk lehozni. Úgyhogy én nagyon adnám, hogyha bevezetnék azt, hogyha elsüllyed egy hajó, az menjen át egy másik szervel, ezt a jónakot kívánok, ezt a sor, mint hogy az életben is, hogyha meghalsz, akkor már nem jössz vissza. Azt nem értem egyébként, hogy akinek 151 napja van a játékban, az miért DPI glitch-el? Miért használ makrót? Annyi idő alatt azért meg lehet tanulni játszani, szerintem.